Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat és itt vagytok velünk egy szezonzáró sportnapon, ahol beszeretnénk mutatni egymásnak, illetve az érdeklődőknek a tamási sportegyesületeket, sportágakat. Ez mellett mi készültünk egy kis díjazással felétek, ezt majd a megnyitó után megtesszük. És utána pedig mindenkit bíztatok, hogy próbálja ki a sportágakat, akár egymás sportágát is nyugodtan próbáljátok ki. Ahogy látjátok, nagyjából az összes sportág felvonult itt ezen a rendezvényen most. Elsőként pedig szeretném megkérni Forga Ferenc polgármester urat, hogy nyissa meg a rendezvényünket. Jó napot mindenkinek, sziasztok! Örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, reméljük, hogy még többen leszünk. Ahogy a Balázs is elmondta, azért vagyunk itt, hogy egy jót sportoljunk, mozogjunk. És esetleg, hogy ha van olyan, aki még nem választott sportágat, bár szerintem a legtöbbetek, akik itt van, az annak már megvan a kedvenc sportága, sportegyesülete, de ha mégis van olyan, aki még nem, az a mai napon megteheti. Jó hír az, hogy még egy jót mozogjunk egyet, jót mozogjunk itt pénteken délután, és aztán az állandó mozgás, a sport az iskola alatt, az iskola időszak alatt is folytatódni fog. Azt még el kell mondanom, kötelező részeként a mondandómnak, hogy ez egy Európai Uniós pályázat, aminek a célja majd a sportok háza kialakítása lesz, ez a kenyérgyál átalakításával fog megtörténni, ennek a előkészületei már zajlanak, reméljük, hogy hamarosan el tud kezdődni az építkezés, és ezáltal még egy sportra alkalmas helyszíne lesz a városnak. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai délutára, és az év további részére is. Köszönöm szépen Balázséknak a lehetőséget. A kormányzatnak van egy toppos pályázata, amiből a sportok háza is meg fog valósulni, és ennek a pályázatnak a kiírásában szerepel az, hogy rendezvényeket kell, hogy tartsunk, és ez most ezen belül valósul meg, illetve ezzel a támogatásával. A sportágakkal idén már először május 1-én találkozhattak a lakosok, illetve mai napon. Ez mind a kettő egy sportág választó is egyben. Itt bemutatkoznak a sportegyesületeink, a sportolóink. Ahogy láthattátok, az elején felhívtunk minden sportolót, aki eredményt ért el. Nem csak a nevet hallhatták, hanem arcot is lehet most már kötni a sportolókat. Minden sportágat díjaztunk, ugyanis a 2018 első fél év eredményeik alapján kaptak egy elismerő oklevelet, illetve minden sportegyesület csekély ajándékkal lett gazdagabb, 30 000 forint sporteszköz vásárlásra jogosultak. Csapatsportágak, egyéni sportágak, szellemi sportágak itt vannak és képviseltetik magukat. A horgászok már régóta működnek egyesületi szinten, viszont most jutottak el olyan szintre, hogy akkor belevágnak és utánpótlásra is fognak foglalkozni. Tehát nyugodtan lehet őket keresni, biztatnánk mindenkit, hogy próbálja ki ezt a sportágat is. Meginterjúvoljuk a sportágak vezetőit, illetve sportolókkal csinálunk interjút. Táplálkozási tanácsadás is van a rendezvény keretein belül, illetve lesz egy közös torna, és ahogy mondtad, ki lehet próbálni egymás sportágát. Van egy fiatalember, aki most nem lehet itt velünk, de a saját meccsét vívja most, ő Kovács Patrik, és neki próbálunk majd egyet üzenni, csináltunk neki egy nagy molinót, és ezzel próbálunk neki erőt átadni, hogy tartson ki, és minél hamarabb gyógyuljon meg.